azt kívánom nekik, hogy továbbra is ugyanígy folytassák, és továbbra is nagyon nagy sikereket éljenek el, és nagyon örülök, hogy már így az elején is nagyon jól kezdtek. Jobban kezdtek a srácok, mint az előző években, és biztató a csapat. Sok volt csapattársam is ott van a felnőtt keretben, és nagyon örülök az ő sikerüknek is. Úgyhogy további sok sikert kívánok nekik, és jó azt látni, hogy végre van egy jó csapat Debrecenben. Nagyon örültem neki, ez egy nagyon biztató kezdés volt a DVSC-től. Remélem, hogy vissza fog térni a régi fénye, és újra méltóak lesznek ahhoz, hogy egy ilyen szép stadionban játszanak, mint a Nagy Erdő. Egyelőre 3-3, mert a Fradi az megúszta ugye az első meccsen. Én azt gondolom, hogy a sorsolást tekintve is, meg a csapat játékát, a felkészülést, akár az európai szereplést, illetve a nemzetközi szereplést beleértve, ez várható volt, illetve kalkulálhattuk. Szerintem, ahogy láttuk, ugye együtt készültünk az első kerettel a mi NB3-as csapatunk. Érezhető volt, hogy nagyon egyben van a társaság, nagyon éhesek a sikerre, és megérdemeltek, megdolgoztak ezekért a pontokért, ebben biztos vagyok. Esélye mindenféleképpen van, és amúgy ez egy hatalmas előrelépés lenne mind a Lokinak, nem feltétlenül csak egyéni szinten számítana ez az egész, a városnak is egy nagy dicsőség lenne. Hát bízunk benne, reménykedünk abban, hogy ez össze fog jönni. Ahol szavazni lehet, ott a magyarok jó eséllyel indulnak, úgyhogy remélem Daninak is lesz esélye arra, hogy a háromba kerüljön, és utána akár a végső győzelmet is elhozza. Nagyon szeretném, hogyha megnyerné, ugyebár egy magyar díjról beszélünk, és nagyon jó érzés lenne, hogyha egy magyar ember nyerné. Nagyon nagy megtiszteltetés, azt gondolom, hogy egy debreceni játékost jelöltek. Azt gondolom, hogy a magyarok az ilyen szavazásokon viszonylag aktívak, én is szavaztam már egyébként, megmondom őszintén, természetesen, mint minden magyar játékosra, egy magyarról elnevezett díjnál szavaztam volna, de így meg, hogy a Danit nevezték így még megtisztelőbb, és azt gondolom, hogy a háromba szinte biztos, hogy be fog kerülni, mert ugye addig az internetes szavazások lesznek a mérvadóak, bízom benne, hogy utána is. Nekem személy szerint az a cél tetszett a legjobban, nagyon reménykedek benne, hogy meg fogja gyerni, és végre lesz a Puskás Gyilek egy magyar birtokosa is, ha már a elnevezője az egy magyar ember. Hát szerintem a Kaposvárnak 0, Lokinak meg vagy 4. Hát 4-5-5-t illenne rúgni. Én úgy gondolom, hogy 3-re fog nyerni a DVSC. Én azt gondolom, hogy a Sanyinak nem fognak tudni gólt rúgni, és 4-et legalább rúgunk nekik. Nem szoktam tippelgetni, szerintem egyébként egy 3-1. Nem 2-0-ra nyer a Loki.